A meglehetősen széles spektrumú bonyhádi téli teremfoci kínálat soron következő rendezvénye a Kocsmáros Kupa volt. Félreértés ne essék, nem a vendéglátósok tornájáról van szó, ők már mint ezt a szakmát űzők, csak a névadók, ha úgy tetszik, szponzorok, és foci szeretetüknek hódolva, kedvenc bonyhádi, illetve környékbeli focistákat felkérve végül is van beleszólásuk a csapatok összeállításába. A vágyaknak azért gátat szab a versenyszerűen futballozókat erősen korlátozó szabály a bonyhádi Kocsmáros Kupán. Az, hogy valamilyen MB-s osztályban szereplő focista egyáltalán nem léphet pályára, és a megyei első osztályban szereplő is mindössze kettő. E vonal alatt korlátlan a lehetőség, és ösztönzi a szabály a kocsmárosokat arra is, hogy a teremben is ügyes ifistákat állítsanak ezúttal a csapatba, és ne az ismert felnőtt játékosokat. Valóban a mai torna, a 16. Kocsmáros Kupa az arról szólt, hogy ugyan a profi játékosok is csökkentett létszámon ugyan de pályára léphettek, de a lényeg az volt, hogy az amatőr focistáknak is megadjuk a lehetőséget arra, hogy pályára lépjenek itt a bonyhádi sportcsarnokban. Kocsmások között is egy rivalizálás alakul ki, hogy az ő csapata jobb helyen végezzen, mint esetleg a konkurensé. 12 csapat nevezett, így délelőtt a selejtező jegyében telt el a 4-3-as csoportba sorolt csapatok között a küzdelem. A csoport elsőket és másodikokat is a délután folyamán újabb 2-4-es csoportba sorolták ezúttal, és az első 2 helyen végzők készülhettek a fináléra lábukban már legalább 5 2x12 perces meccsel. A bronzmeccset az izményi Robi Bár és a bonyhádi Tito Bár játszotta. A résztvevő csapattagok hovatartozását illetően nevezhetjük a találkozót egy bonyhádi fi izmény vegyesnek is. Abszolút kiegyenlített összecsapás volt végig, a pirosak és a zöldek meccse, és az döntött, hogy a gyors kontrákban a zöldek, a Robi Bár képviseletében futballozó izmények jobbak voltak. Íme a harmadik góljuk. Igaz, a titósoknak is volt még egy durranó patronjuk gólban megtestesülve a vége felé, de az már csak a szépítéshez, a 3-2-es vereséghez volt elég. Az izmények nem kis sikerként értékelték a harmadik helyet. A csapatunk már körülbelül 15 éve mag együtt játszik, ugye nagy része izményi játékosok, és voltak ismerettségeink, ezáltal beszerveztünk több környékbeli játékost, és nagyjából azt tudom mondani, hogy szerintem egy 5-6 éve, 7-8 éve egy állandó keretet tudunk megjelenni a tornákon, ugye szerencsére most kijön mostanában a lépés, és oda tudunk érni a dobogó közelébe mindig, vagyis tovább jutunk nagyjából mindig a csoportból. Nagyjából elértük a céljainkat, szeretnünk volna a döntőbe jutni, de ez a harmadik hely szerintem egy nagyon szép eredmény. A csapat nagy része ugye össze-vissza játszik máshol, nagy pályán nem játszunk együtt, ugye csak egy páran játszunk egy csapatba. De amúgy hát ez egy megfelelő alapozásnak szerintem, megfelel ugye sok futással, ugye ez jó, az a teremtorna. A fináléban öltözetében fekete seregnek is nevezhető alakulat, a kakasdi dominanciájú csapat nem hagyott kétséget afelől, hogy a téglás presszót ezen a Kocsmáros Kupán is csúcsra juttatják. A kakast kettőként is apostrofálható társulathoz képest bágyat, a döntőre elfogyott csapat benyomását keltették a zöldek, amelyből a nevekből nem volt hiány. Ha már a nevek, ezen belül a csatárok, góllövők. Nos, a 2019-es Kocsmáros Kupa mindenképpen a téglás presszót képviselő kakasdi Simon József döntőbeli alakításáról lesz részben emlékezetes. Közeli zicsergól, átemeléses gól, kapáslövéses bombagól egyaránt volt a tarsolyában a tornagyőzelemért zajló meccsen, amivel aligha kedveskedett a kedves presszó csapatának, akik majosiakból álltak. Akik azért a becsület gólt összehozták valahogy, így 4-1-es győzelemmel zárult a 2019-es bonyhádi rendezésű Kocsmáros Kupa. Kíváncsiak lettünk volna a győztesek véleményére is, különösen a gólember Simon Józsefére, de szokatlan módon a srácok, reméljük, túlzott szerénységből és nem éppen az ellenkezőjéből udvariasan elutasították kameránk és mikrofonunk közeledését az eredményhirdetés után.